Kedves követeim, jelenleg a versenygyúzban vagyunk, most a József bemutatja itt a versenygalambokat, özvegységi módszerrel versenyzik, látom, hogy ott egy csövét kovácsolt, és spriccet, mert ő hímecske éppen hívogatja a párját a fészekre. Vagy Bura is volt. Mondja, jöhet. Jöhet. Tehát jó a úgynevezett fészekre hívás is. Ott látok egy kék páron. Az a olimpiásnak a fia, meg egy vanlón tojó, kaptam. Az úgy próbálom, hogy teli vér vanlón, az a Koppan Gabival párosítva. Ez szintén Koppan Gabi tojó, annak a aranypárnak a csapos hinna jányó. Ennek a gyereke Dunántúlon champion második egyévesen területben, de már nincs meg, áradatlanul látom. De Turnának a fia, ez a kedvenc színem, kék deres, nekem nagyon tetszik. Igen. Tetszik látni? Hogyne. Ja, most elkésed, meg van kicsit, hogy van-e? Egy kis testű, fantasztikus tüzes galamb, fantasztikus. Az elkomtója, hogy gyereke az egyéves, az is később érik, a pálya is, akkor tenyészed, mert hosszú távon nem tudom keresztezni, mert az csak önmagával keresztezem. Az egy jantélenszer, elkomtból, ez jantélen hímem, Riki unoka, az egy összes unokája, annak a jánya elkomtójóval, tehát van itt az egy hosszú távú galamb is, mert kell hozzá. Nem sok versenygalamb van. Nem sok kell, a minőséget jobban szeretem, a mennyiséget. Ez így igaz. 21-el kezdtem, 24 a maximum létszám, 24. Köszönöm szépen, hogy bemutattad. Ide is az évben. És akkor itt még tovább. Van három ilyen kis kutyám, ebben csak három pár van, az üres volt. Igen. Az elmaradt sajnos, a három pár megvan. Köszönöm szépen, elég is volt. Jó, Feri bács. Már most van elég. Kedves követeim, a szekrényisi sportásnál most éppen bemutatjuk a fiatal galambokat, tehát a 2022-es évben kellett fiatalok, ebben nem sok van. Hány darab van? Hát nem tudom, hogy 24-5. Még lesz hozzá vagy három, aztán nem kell több, mert nem úgyis elvész fele. Igen. Nem biztos, hogy elvész, tavaly is te veszed el fele, de kérdezik takarítva. Mert nem kell. Szelektálni kell galambok felhívás. Az a Szaponos úr leírta, aki nem ismeri személyesen, csak látásul, azt hiszem, hogy a galamb olyan, mint a fű. A ló meg nem meg kell becsülni. A galambnak, a galambásznak két dolog fontos, a szelekció, meg a párosítás. Na most, ha ez összhangban van, akkor van siker. A szerencse az más faktor. Az más faktor, és annak a fia, az olimpiásnak a fia, meg van testvére is már belőle. Uh-huh. Ez meg a Deresőnek az idén egy kovácsolt fia van, de két deles lánya van a másik páronnak. Ebben éppen nincs bőle hím, hát most mit csinálja? Igen. Az meg az a kovácsolt, a második, az az ülén, az meg a két jó pár össze van hozva. Az meg abból lett. Hát nem sok van. Jó, köszönöm szépen, megmutattuk a fiatal bandarakat is. Jó. Most elmegyünk a verseny galambokhoz, ha szabad, jó? Persze, szabad. Hát már tőle, hogy van. Ez a két csipasztai bácsi, az ez is salahos, igen. Meg a testvére. Ez az idén, mert mámból hoztam ott a pisztolyok, a tűlerokban, a pisztolyok, a tűfárokban, leadóban, a tű, azt az egy olaj, ezt csaptam. Ez azokból van. Az első elvitte barátom, aki adta nekem azt a cuccokat tudja, mit iszogatok. Mert a kettő most magáért lesz az. Köszönöm szépen jó. Az interjút. Minden felibát tudja. Uraim és uraim, Hírtorony híradó, az idősebb Szekrényesi József Tenyész utcában vagyunk most, ahol a tenyész madarakat mutatja be. Kérlek szépen néhányat mutassál be. Kezdjük, Feri bácsi, közelebbről mivel kezdjük? Az olimpiással kezdjük, ami a nagy sikert hozta számomra. Ez az ön fia, gyere Bobán. Ez a 3-13-as számú galamb, ez közismert a kerületbe. Itt ismerő egy évesen nagyon jól repült, testvére is. 11 évezős. Igen. Kopmaszor Van Dijk. Hány helyezése van? 11 évesen. Tehát ő a bajnok. Igen, igen. És ő a rövid táv országos első, egy évesek közül. Világbajnokságban már 9. lett a rövid táv kategóriába, ott már idősök alambokkal is. Uh-huh. Tehát ennek apukája, anyukája naturál települve véve. Igen. Onnan hoztuk. Fantasztikus. Uh-huh. Jó repült. A testvére 66-osnak is van több első díja. Jó van, babám, hát jó van. Itt van a kedves felesége. Ami szintén... Ez a bajnok hím. Igen, a bajnok hím. 13-os, igen. Ez a neje. Ez Kopmanszor Gabi. Ezzel van párba. A reggelim jó? Igen. Így van a párba. Csodálatos két... A kisfiú megtámadta. Csodálatos két madár.
Hát ez a hím, ez fantasztikus. Ez egy fenomén. Így is, kézben is látszik, meg tekintete mindene. Jó, sikerült. A testvére egy kis egyszerű kovács volt, így mondok is három esődé van már. Ennek az apukája is megvan? Itt van, be anyukája is, persze. Anyukája itt van. Anyukája egy kis finom kis kovács volt. Kopmantoly, naturális kopmantoly, jó. Egy fantasztikus tekintetű galambez is. Tehát a bajnok hímnek az anyukája. Az anyukája, igen, az anyukája. Uh-huh. Egy telivér kopon ez is. Na most én nekem módszerem tenyészt is be, már 40 éve a telivér tenyészt is, tehát telivéreket teszek pár megy, mert Anker Alfonz írta le, igen, hogy két rokon tenyészünk párba galamb rokon tenyészet, külön törzsből. És ez nekem már 40 éve funkcionál. Uh-huh. Régen 29 variálek voltak, most is van még belőle, ma mutatok, mindjárt csodásban van, kihozom a párgyát, jó? Igen. Kihozom a fatát. Tessékbe, ez itt lakik, tessékbe inni, mert olyan verekedős, hogy külön dúgy van tartva. Addig csodáljuk a versenymadarat, egy csodálatos versenymadarat, aminek most az apukáját szeretnénk bemutatni. De látom, ott a költőfakban van egy csodálatos gyermekük is. Egy kell kívánom, a tojás összedőt a másik fiók összefújgázták, hogy bezápult. Itt az apukája, ez egy naturális, elit dúgyból számoló Van Dijk hím. Uh-huh. Olimpik nincs is benne van, meg az összes jó galambjuk. Uh-huh. Olyan szerencsém volt, hogy a kopmannal összedettem, kettő párat csináltam, mind a két pár szenzációsan díjképes galambokat költ. Nem is egyet, hanem... Tehát sorozatban mondja a jobbnál jobb galambokat. A Deres tojónak, például a Van Dijk tojónak a kopmann hímmel hat fiában hat repült jól. Uh-huh. Meg, de meg is vannak. Tehát ez az apukája. Igen. Hát ez, aki ezt fogja, az tekintet egy olyan, hogy de nagyon verekedős, hogy ki van tartva, külön van tartva, tényleg kannibál galamb. Tényleg kannibál az öreg, mert nagyon verekedős, hogy nagyon jó van a pár, tudom. Itt van külön tartva. Az mi csoda? Ez apja. Na most nem tudom magának a másik jó páromat. Gyere, májjadnak. Ez egy eredi Van Dijk. Én ott a Van Dijk túl személyesen. Lévai Feri János voltunk. Egy Feri Zsoltival, meg egy Erzsi Van Dijk tojó. Egy pillanat, a hátrébb állom. Igen, jó, Feri Bás, jövök ide. Itt van-e. Lássuk is belőle. Ez egy originál Van Dijk tojó. Uh-huh. Ezt párba tettem egy kuponhímmel, amit a Ábrahám Lajosféle hagybási komántól kaptam, Jani túl, és mutatom magának, sorozatban költve jobbnál jobb galambokat. Díjjelölőket, meg sampion, középtávú sampionokat. Nem tettem egy hosszú távol be őket. Nem is akarom. Na, gyere már ki! Úgy, te gyere ide. Gyere csak ide fatel. Na. Ez egy tipikus kopman van megjelenésre. Tipikus kopman. Ennek most is a gyereke első volt, Deres első volt, 44-es első volt. Ez a két párat párba tettem a gyerekeit, tettem párba két gyerekit neki. Egy-egy párba képre, hagytam belőle fiatalt. Tipikus kopmon galamb ez, ha megáll is az állása mindenne. Ez többszörös sányi rokontenyészt is, többszörösen rokontenyésztet. Van egy tojó is belőle, a családból ott van-e? Igen. Annak a pár meg egy naturális kopmon hím. Tehát most próbálkozok ezt a kopmon galambokat beépíteni. Menjél apám csipacra úgy. Én csak oda? Na, menjél be. Van már tojó beült, jó van. Ez pedig lenne a másik naturális kopmonom. Ez egy csapos hím. Egy csodálatos ez is. Ezt is úgy hoztuk össze, amikor már el voltak párosítva, hogy kimaradtak. Értem. Hát ennek is rögtön volt gyereke Dúc első, meg unokája is. Unokája meg egészen sampion második a feltépadott csoportban. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy kiváló örökítő. Igen, örökítő, kézben is jó, hosszú. Tekintete, jó galamb. Szerencsém volt Feri bácsi, tudja? Ha megvan a régi vérem, a josítjék megvannak. Nagyon, nagyon jól jönnek most is az idén is. Hosszú távon, hát ez olyan, olyan, mint egy bára olyan. Még a josítjék galambok is megtalálhatók ebben a dúcban. De hát nem is buszítunk őket. Most is a hosszú távon első galambon volt. Uh-huh. Tavaly is nyert a díjakat hosszú távon. Hát csodálatos galamb Feri bácsi. Ott a bátyja, annak a fia olyan jól repül, van egy kampiuszok, ez a régi vonalom, 29 variál, ez nagyon jó, ez egy 29 variál,
Macár, annak a nagyanyja, annak is nagymamája. Az anyja most az anyja. Ez a Whiskey-szben ez a plastron tulajdonképpen? Nem. Ez a 20-en van jelent Mikó Józsi bácsi féle. Kaptam én azt a Balogmiskától, meg Jondától egy Ardent, a Cibisből is kaptam, meg az Ardentből is, és abból csináltam egy állományt annak idején. Malceretet kereszteztem, és ez is az, ez is champion volt, még repült. Kis tojó. Nagyon jó galambok. Hűségesek, tartóak. Hát ennyi dúzban végül is, most hoztam egyet Klévai Ferenc barátom, egy kampiusz, van egy kampiusz, és van egy kampiusz, van itten. Van egy kampiusz párom, csak el kellett adnom, nem volt pénzem sose. Ez teljévéri kampiusz. A szüleit, egy gyöjtő kaptam a szüleit. Cseréltünk Fiókár Gyurival, és abból hagytam magamnak egy ilyen szép szállít. Én költ szállít, az anyja mindenit. Egyébként, hát ez fantasztikus. Na. Ez teljévéri Janzen, teljévéri kampiusz. És ezt honnan származott a hegyéhez, nem tudja? Eredeti, oldalán forintól, meg bárhoztan hígy eredeti. Csak megadnál a vörény, nálad megadnál a vörény. És én meg négy éztem az eredet. Televél kampiusz. Szállt. Ezek vannak itt, most a kokbanok van a túlsúlyban lesznek, remélhetőleg. Van egy túrnátojom, egy deres túrnátojom. Naturálhoz lesz, naturálhoztam, fantasztikus hoztávú galamb. Csodálatos szeme van. Tetszik látni? Igen. Na most, ez a galamb, ez egy kis testű, keskeny, igazi hosszútávú típusú galamb. Ennek a gyereke idén is már két hosszútávon kétszer jött jól. Tehát egyesen mesélő a gyereke. Pál és Kopman, Vágya és Jövőzé volt turner a pálya is, csak visszaadtam Ferinek, mert olyan verekedős volt, a hím nem bírt. Itt nem bírt senki enni. Szóval agresszív volt. És nagyon is csapták, voltak valakinek. Nagyon jó, a kocsóféle turnerból. Tehát ami repül fia, az telévél turner. Hát Feri bácsi, beváltak rá. Amit hoztam onnan, otthon van az előkén 20 évvel is, először busszal, akkor öt championt kellettek a Stihából, tudom, hogy Janzenok, Adurától, nekem mindegyik bevált még. Igen, értem. Mindegyik, amit onnan hoztam, mind bevált. Mert telévér galambok, és ugyan teszem, hogy a telévér az is sok gombpár. Ez így van leig keresztetve a kompiusszal, mert azt írta Jelkamp, hogy a turnál Janzennal jó. Aha. Ki van próbálva. És van benne valami. A feketét azt kaptam Gabi barátomtól, a párja meg egy telivérű Günther Prange, úgyhogy azokból hagyjuk fiókot. Ha nem, akkor majd lesz patragolva, nem válik. Hát, hölgyeim és uraim, bemutattuk a tenyészmadarakat. Köszönöm szépen, József, hogy bemutattad. További sok sikert a tenyésztésre. Köszönöm, Feri bácsi.